Az orosz erők rakétatámadást hajtottak végre vasárnap Kijev megye ellen. Az eddigi információk szerint két helyi lakost sebesítettek meg a lezuhanó roncsok, közölte az ukrán főügyészség a Telegramon. Az ukrán légierő közleménye szerint sikerült 4 rakétát kilőniük, ám a roncsok eltaláltak 10 családi házat, 2 autót és egy mezőgazdasági gépek tárolására szolgáló hangárt is. Kijev mellett az orosz katonák folytatták Nyikopol térségének ágyúzását is, közölte Szerhij Lisza, Dnipropetrovszk megye kormány. Illa Jevlás, a keleti ország részben harcoló ukrán erők szóvívője egy tévéműsorban arról beszélt, hogy az orosz hadsereg jelentősen megnövelte a támadások számát a Donyeck megyei Liman városának irányába, illetve a Harkiv megyei Kupjanszk ellen is. Támadás érte Herszont is. Vasárnap helyi idő szerint 15 óra körül egy nő meghalt, egy férfi pedig válságos állapotban került kórházba. A Herszon megyei kormányzói hivatal a Telegramon azt is közölte, hogy a megyeszékhely elleni támadást megelőzően az orosz erők tüzet nyitottak a régióban található Virivka falura. Egy 35 éves nő az ágyúzás következtében meghalt, egy másik helyi lakost pedig sérülésekkel szállítottak kórházba. A nemzetközi jogrend csak akkor nem sérül, ha Ukrajna győz a mostani háborúban. Ha ez nem így lesz, más országok is késztetést éreznek majd, hogy megtámadják szomszédjaikat, hangsúlyozta Mihajlo Podolyak, Volodymyr Zelenszkij tanácsadója. Podolyak az X oldalán osztotta meg gondolatait, azt írja, hogy csak akkor nem sérül a nemzetközi jogbiztonság, béke és területi szuverenitás, ha Oroszország inváziója totális kudarcot vall. Ez lesz a legjobb tanulság mindenkinek, aki azon gondolkodik, hogy megtámadja a szomszédját. Erre a gondolatmenetére hivatkozva Podolyak még több fegyvert kér Ukrajnának, szerinte ez a legkisebb áldozat a világ békéért. Továbbá kiemelte, hogy ha Ukrajnát nem támogatják kellőképpen, és az elveszíti a háborút, az alternatíva destabilizáció, káosz és dominóhatás. Az eredmény a globális gazdaság destabilizációja és háború lesz a világ egyes részein. Olyan helyeken, ahol ma még szerencsések az emberek is békében élnek, véli Podolyak. Augusztus 23-án Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke kárpátaljai látogatását követően Kijevbe utazott, hogy Volodymyr Zelenszkij meghívásának eleget téve részt vegyen a Krími Platform harmadik csúcs találkozóján, melyre a TV21 ungvár stábja is elkísérte. A nemzetközi találkozón személyesen és online több mint 60 ország képviselője volt jelen. A fórumon Novák Katalin hangsúlyozta, hogy egyértelműen ki kell állni Ukrajna mellett, és el kell ítélni az orosz agressziót. Semmi másra nem vágyom úgy, mint hogy véget érjen a harc és a vérrontás, és újra béke legyen a szomszédunkban, függetlenül attól, hogy mennyi idő kell visszatalálni a békéhez. Magyarország továbbra is humanitárius és oktatási támogatást kínál Ukrajnának, és továbbra is eleget tesz minden nemzetközi kötelezettségének. Budapest vállalja, hogy támogat minden olyan kezdeményezést, amely a béke elérését célozza. A magyar államfő felszólalásában elmondta, hogy Kárpátalján járt egy nappal korábban, és úgy fogalmazott, hogy Kárpátalja közös erőforrás lehet az ukrán és a magyar fél számára. Továbbá, mint mondta, határozottan számít arra, hogy az ukrán fél is nagyon erős barátságot épít ki a magyar közösség és a társadalom más tagjaival is Kárpátalján. Novák Katalin és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök most tárgyalt először négy szem közt. A magyar államfő az Indexnek adott exkluzív interjújában hangsúlyozta, hogy a négy szem közti beszélgetést a teljes őszinteség jellemezte, amit azonban teljes egészében nem oszthat meg a nagy közönséggel. Az viszont nem titok, hogy megállapodtak arról, hogy közvetlen elnöki kommunikációs csatornát állítanak fel, és a két ország közötti kapcsolatokról szóló új dokumentum előkészítésébe kezdenek, és a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogai kapcsán mielőbbi előrelépést érnek el. Zelenszkij elnök azt mondta, hogy amit az ukrán kisebbség tagjai megkapnak Magyarországon, azt készek megadni a magyar kisebbség tagjainak is Ukrajnában. Köszönöm, hogy időt szakított arra, hogy Ukrajnába látogat és támogatja a Krími platformot. Számunkra nagyon fontos az, hogy egész Európa támogatja Ukrajna területi integritását. Ahogy említette, Kárpátalján találkozott a mi magyar kisebbségünkkel, ami nagyszerű. Én is találkoztam velük, és nagyon jelentős párbeszédet folytattunk. Ismerem a körülményeket, kérdéseket, és mi tényleg támogatjuk őket.
Novák Katalin és Volodymyr Zelenszkij személyes találkozója fontos előrelépésnek számít a két ország közötti kapcsolat pozitív irányba való elmozdulása tekintetében. Ha közeledik az ősz és közeledik a tanév, akkor nekünk a házas helyzetű gyermekekért, az áramgyermekekért, a félelmegyermekekért tenni kell. Bennünket nem a saját meggyőződésük vezet, bennünket nem a saját elképzelésünk vezet, hanem az ige vezet. Aki azt mondja, hogy már pedig vedd észre a nincstelen, és aki elfordítja és bezárja a szívét a nincstelen előtt, az nem Krisztusi. Radírozzuk ki a különbségeket címmel hirdetett tanszergyűjtési akciót a Magyar Református Szeretetszolgálat. Ennek eredményeként Magyarországon és a külhoni területeken összesen közel 2000 rászoruló diákot tud támogatni a szeretetszolgálat, köztük 120 kárpátaljai tanulót. Az ő táskáikat Cibere Károly, a szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke Beregszászon adta át Zán Fábián Sándornak, a kárpátaljai református egyházkerület püspökének. A tanszeradományok értéke mintegy 3 millió forint, melyhez az egyéni támogatások mellett a Dunántúli Református Egyházkerület is jelentősen hozzájárult 30 darab iskolatáskával. A Magyar Református Szeretetszolgálat évek óta igyekszik segíteni a rászoruló gyermekeknek, és ebben az évben is minden korábbinál több segélyező, támogató segítségének a eredményeképpen mintegy 2000 iskolatáskát sikerült összegyűjteni, tanszerekkel természetesen, és úgy gondoltuk, hogy ennek egy részét, összesen mindegy 120 iskolatáskát kárpátaljai gyermekeknek hozunk, hiszen Kárpátalján a gyermekek fokozottan ki vannak téve annak kockázatnak, hogy nem tudnak békességben tanulni, hol légiriadó van, hol iskolaszünet van, hol más problémák vannak, és hátrányos helyzetű gyermekek számára, árva gyermekek számára, félárva gyermekek számára nagyon fontos, hogy minden segítséget megadjunk ahhoz, hogy ne kelljen félbehagyni az iskolát, hanem békességben tudjanak tanulni. Ezért fogtunk össze a Kárpát-medencében élő református egyházkerületek, a református szeretetszolgálaton keresztül nagyon sok adományt küldtek, és mi ezeket hoztuk ma át. Tehát nem a sajátunkat hoztuk, mi azt az adományt hoztuk át, amit ránk bíztak a támogatók. A legfontosabb lelki töltete az, hogy komolyan veszük az evangéliumot. Az evangéliumot komolyan veszük, és kereszténynek nevezzük magunkat, akkor soha nem zárhatjuk be a szívünket a nyomorult, rászoruló, terheket cipelő ember előtt. És ma a háború időszakában ez különösen aktuális, nehéz a megélhetés Magyarországon, nehéz a helyzet, nagyon sok esetben azt látjuk, hogy infláció van, megélhetési problémák vannak, ennek ellenére azt látjuk, hogy az adományok növekednek. Mert Magyarországon is, de szerte a Kárpát-medencében is mindenki fontosnak gondolja, hogy ne hagyjuk magára Kárpátalja népét, és folyamatosan minden eszközzel segítsük az itt élőket. Ismét Kárpátaljára látogatott Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke. Látogatásának első állomása a Kárpátaljai Református Egyház diakóniai központja volt, ahol a sajtó megjelent képviselőivel osztotta meg gondolatait, Szólát Tiborral, a Nemzeti Agrárkamara alelnökével, és Nagyné Legény Ildikóval, a Magusz Gazdasszony tagozatának elnökével egyetemben. Mi, anyaországiak, megtanultuk a kárpátaljai gazdáktól, hogy nagyon nehéz körülmények között is fontos embernek maradni. Nagyon nehéz körülmények között is fontos segíteni olyan embereknek, akiknek annyi se adatott meg, mint amennyi nekünk van. Mondta Jakab István utalva arra, hogy idén a magyarok kenyerére rekordmennyiségű 600 tonna búzát adományoztak a kárpátaljai gazdák. Ez üzenet haza is. Üzenet haza, hogy itt, a háború borzalmai között is képesek az emberek azokra gondolni, akik még nehezebb helyzetben vannak. Képesek minden erejüket megfeszítve dolgozni, értéket teremteni, és tisztességgel, becsülettel segíteni azokat, akiknek nem jutott. Hálát adni a Jóistennek a termésért, hálát adni azért, hogy a magyarság összetart, hálát adni azért, hogy tudjuk egymást segíteni, és együtt imádkozni a békért. Azt hiszem, ez valamennyünk közös, igazi, tiszta óhaja és akarata. Kegyelem népünk és békesség!
A delegáció ezt követően Verbőcre utazott, hogy részt vegyen a Kárpátaljai Református Egyház és a Máramaros Ugocsai Református Egyházmegye háladó istentiszteletén és aratási csendes napján. Visszavezessük az embereket a hálaadás, a köszönetmondás alkalmainak a megtartására. Az új kenyérért adtak hálát az elmúlt két hétben a legtöbb kárpátai református gyülekezetben, de nem csak a reformátusok, a katolikus testvérek is, és ma nagyon sok mindenre az emberek úgy gondolják, hogy ez magától érthető, hogy van, és azért van, mert meg tudta venni. Nem gondolnak arra, hogy mennyi minden van emögött, és mennyi minden van amögött is, hogy ők meg tudják venni, tehát hogy megadatik nekik. Én azt látom, hogy el kell mondani újra és újra a kommunizmus, az ateizmus korszaka után élő közösségeknek, hogy az élet feltételeit azt az Istennek kell megköszönnünk elsősorban. Ez ennek a mai napnak az egyik és fontos üzenete, hogy adjunk hálát az Isten kegyelméért, aki biztosítja az élet feltételeit számunkra. Szólát Tibor, a Nemzeti Agrárkamara alelnöke, aki egyben Hajdúnánás polgármestere is, felszólalásában mesélt arról, hogy a koronavírus járvány előtt sikerült testvértelepülési kapcsolatot kialakítani a viskiekkel, és a háború kitörése után azonnal az ottaniak segítségére siettek. Legutóbb például 14 kárpátaljai gyermeket láttak vendégül a városukban. Alapvetően arra törekedtünk, hogy legyen egy olyan pár napjuk, egy bő hét, ami tényleg az önfelett kikapcsolódásról szól. 16 gyerek és két felnőtt érkezését vártuk, két gyerek megbetegedett, emiatt ők nem tudtak csatlakozni a csoporthoz, így 14 gyerek és két felnőtt érkezett. És mi egy fürdőváros vagyunk, alapvetően a fürdőre építkeztünk, illetve pont az augusztus 20-ai ünnep körhöz kapcsolódóan voltak ott abban az időszakban, és ugye, hogyha augusztus 20-a, akkor virágkal nem áll is Debrecen, és Debrecen város önkormányzatának is szeretném megköszönni, hiszen nagyon sok szép Debrecen élményük is született a gyerekeknek, de az alapvetően még egy nagyon fontos dolog volt, a Magyarok Kenyere program is beszállt, és egy jelentős pénzügyi adománnyal segítette azt elő, hogy tényleg egy ne kelljen azon gondolkodni, hogy akkor hova mehetnek el a gyerekek, vagy hova nem mehetnek el. Remélem, legalábbis mi ebbe bízunk, hogy egy olyan élményt tudtunk a gyerekek számára biztosítani, amely egy egész életükre meghatározó lehet, vagy legalábbis azt az élményt vihették magukkal, hogy jó volt együtt lenni itt Hajdúnánáson. Ehhez a szakmához mi gazdasszonyok nem kevesebbet, mint az anyai szívünket tudjuk hozzátenni, mondta nagyné Legény Ildikó, a Magosz gazdasszony tagozatának elnöke felszólalásában. Beszédében méltatta a kárpátaljai asszonyoknak a jelenlegi helyzetben való példaértékű helytállását, és további kitartásra ösztönözte őket. És ugye, amint mondtam a sajtótájékoztatón is, hogy talán ami pici fűszert tudunk belecsempészni, az az anyai szív. És ez nagyon fontos ebben a nehéz helyzetben, amiben most vagyunk, és amit a határainkon túl látunk, azokkal a magyarokkal, akik tulajdonképpen ugyanolyan emberek, mint mi vagyunk, és találkozunk nap, mint nap az ő nyomorúságaikkal, még akkor is, ha nekünk is egy igen nehéz év van, vagy évek vannak most már, mondhatjuk azt, mögöttünk a magyar gazdaságban. De azt gondolom fontos feladatunk, hogy egy picit anyaként is ott legyünk, és próbáljunk együtt gondolkodni. És ennek köszönhetően azt gondolom, hogy attól, hogy egy fiatal szervezet vagyunk, országos szervezetként mindenképpen, de hogy többször tudtuk már azt bizonyítani, hogy valóban ott tudunk lenni akkor is, amikor baj van. És Nagydobronyba is egy jelentős csomagot tudtunk eljuttatni, egy jelentős adományt, amit Jakab István elnök úrnak köszönünk, hogy eljuttatta, illetve a Magyarok Kenyere Alapítványnak. És most pedig itt vagyok a gazdaasszonyok képviseletében Verbőcön, és szeretném ugyanazt tolmácsolni nekik, amit mindig el tudok mondani az ő nevükben, hogy igyekszünk segíteni, igyekszünk képviselni az agrártársadalmat, és igyekszünk képviselni a határon túliakat is, és segíteni ott, ahol tudunk. És azt kell, hogy mondjam, hogy azt gondolom, hogy közel 1000 főt számlál ma a gazdaasszony tagozat, és hiszem azt, hogy erős bástyái vagyunk a magyar agráriumnak, magának a Magosznak, Magyarország kormányának is, és erős segítői lehetünk a határon túli testvéreinknek is. Jakab István a nap folyamán többször is hangoztatta, hogy az alaptörvényben foglaltakhoz hűen Magyarország felelősséget vállal minden magyarért, ezért a kárpátaljai magyarság ezentúl is számíthat az anyaország támogatására.
Villámtöltés néven szervezett ifjúsági találkozót a Beregszászi Református Gyülekezet. Az ifjúsági nap ötlete ezúttal nem a presbitériumtól vagy a lelkészektől, hanem a gyülekezet fiataljaitól érkezett. A délután nem titkolt célja az volt, hogy a nyár utolsó hétvégéjén közösen töltődjenek fel lelkileg a más településekről érkező társaikkal együtt. Ennek a mai napnak az elhelyezkedése, az időzítés, ez mind-mind arról szól, hogy lezárjuk a nyarat. Körülöttünk azok a fiatalok láthatók, akikkel valamilyen formában a Beregszász ifjúság ápolja a kapcsolatot. Más ifisek, más kátésok, más-más gyülekezetekben ott lévő fiatalok, akikkel osztoztunk már közös táborba, voltunk együtt métázni, vagy más-más alkalmak, amikben összefutottunk már, és jött egy gondolat a nagyifiből, a Beregszászi gyülekezet nagyifi csoportjából, hogy nem mehetünk most tovább anélkül, hogy ne adjunk hálát, ne boruljunk közösen az Úr elé, és fiatalok révén ne sportoljunk, ne énekeljünk, ne dicsőítsünk együtt. És ez a gondolat életre hívta ezt a mai napot, és bizony nagyon sokan meghallották a hívó szót. Én magam teljes mértékig abban voltam, hogy nem leszünk akkora vonzó erő, mert nyár van, strand és táborok és a többi. Hát erre bőven rácáfoltak az ide érkező mosolygó arcok. Több mint 15 gyülekezetből vagyunk jelen, és ezeknek a fiataloknak az ideútját, az itt létét, ezt mind-mind önmaguk szervezték meg. Persze a lelkipásztorokat nem lehet belőle kihagyni, de hát minden lelkész örökké fiatal, úgyhogy ők benne maradnak az ifi csoportokba, és úgy vannak jelen itt ezen a mai napon, hogy saját maguk szedték össze a csapatot, és úgy hirdették meg egymás között, hogy gyertek, legyünk ott, érezzük jól magunkat, menjünk az Úr elé, és ez hívta életre ezt a csoportot, és bár ma a nyár egyik legmelegebb napja van, és úgy bújunk az árnyék alá, hogy éppen az oda vetül a földre, és igyekszünk mindennel ellensúlyozni ezt a nagy hőmérsékletet, de eddig még nem hallottam egy panaszszót se, hogy miért jöttünk el, miért kell nekünk itt lenni, és amikor ennyire önkéntesen szerveződik egy dolog, akkor még csak ülni és beszélgetni is jól esik, és ez látszik a fiatalokon. Le van írva a titok, le van írva az a kegyelem, le van írva az a recept, amivel ti is megmaradhattok az Isten közelében. Az alkalom nyitó áhítatát Zán Fábián Sándor, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspöke tartotta, aki kiemelte, hogy mennyire is fontosak az ilyen ötletek és főként a fiatalok a gyülekezetek megmaradása szempontjából. Eljöttek Ung megyéből, Bereg megyének több gyülekezetéből, és ez nagyon figyelemre méltó, hogy a fiatalok önszervezésben már tudnak cselekedni. Számomra ez azért is nagyon fontos, és ez a második dolog, hogy a Kárpátai Református Egyház szervezetileg igyekszik azon, hogy vakációs bibliaheteket tartsanak a gyülekezetekben, konfirmandus heteket a nyári időszakban, és mi ezt próbáljuk lelkileg is, anyagilag is támogatni, és ez számomra egy visszajelzés, hogy ezek a nyári alkalmak nem hiába valóak, mert itt vannak a 14-16 éves fiatalok, akik a jövő egyháza. És ez számomra is egy biztatás, hogy van, tehát ez már egy gyümölcse annak a munkának, amit mi végzünk. És a harmadik dolog, hogy értük. Mindig felelősséggel kell lennünk, és nem szabad őket nem komolyan venni, és nem szabad magunkat sem nem komolyan venni. Komolyan kell venni őket is, és önmagunkat is, mert az Isten oda küld áldást, ahol az ő igéje hirdettetik, és lehet, hogy az ige hirdetés elején úgy gondolja az ember, hogy ez lehet, hogy falra hány borsó, lehet, hogy nem talál nyitott fülekre, szívekre, de egy ilyen alkalom azt mutatja, hogy nem mi döntsük el, mi végezzük el szépen azt a szolgálatot, amit Isten ránk bízott, hirdessük az evangéliumot, és ő elvégzi szent lelke által az újjáteremtő munkáját a fiatalok szívébe. És zárszóként hadd mondjam azt, hogy hálás vagyok azért, hogy ennyi sokan itt vannak, motiváltak, nem kényszerből vannak itt a fiatalok, hanem saját kedvük, szándékuk szerint, és ezért legyen Isten éldicsőség.
A fiatalok ötletei alapján több standot alakítottak ki, amelyek között egy képzeletbeli városnézésen és csapatjátékokon vettek részt az ifisek. A nap programjait pedig úgy állították össze, hogy egyensúlyban legyenek a lelki és a testi elemek is. Mi az ifjúsági missziónkban, gyülekezeten belül mindig abban gondolkodunk, hogy az ember test és lélek, amiután a lélek dolgait a helyére tesszük, azután a test dolgaival igyekszünk törődni. Most egy csoportjáték van, aktivizálódunk ezután az órás ülés után, az ének után, a lelki dolgok után egymással ismerkednek, egymásra hangolódnak, és a mai nap folyamán például lesz még lelki rész, akkor, amikor a nap egy picit alább hagy majd, meg előtte lesz egy óriási nagy métázás, ahol reményeink szerint négy olyan csapat mér össze az erejét, akik hajlandók egy mindent bele, igazi, komoly egymásnak feszülést megvalósítani, és barátságosan megmérkőzni, jót szórakozni, nevetni, és nem utolsó sorban avval hazamenni, hogy mit mondott az Isten. Tehát ez lesz a mai napnak az ütemterve, és mindeközben folyamatosan iszunk vizet, igyekszünk odafigyelni rá, hogy nehogy valaki túl sokáig legyen a napon. Ezekre ilyen apró 15-20 perces blokkokba tudunk odafigyelni, és hát van is eddig úgy látom értelme, mert még jó vagyunk, és még egy emberként se láttuk azt, hogy túl melege lenne. A villámtöltés ifjúsági találkozó sikerét látva a szervezők úgy döntöttek, hogy hasonló alkalmaknak és ötleteknek a későbbiekben is teret biztosítanak, hiszen mindezek hozzájárulnak a közösség épüléséhez és a gyülekezeti élet fejlődéséhez is. Lehetőséget kínál minden esetben.